Ez keményen veszi, tehát úgy állj ki ellene, hogy megnézi, hogy csaj vagy. Tehát első, második hely. Erről szól a történet. Kinek szól? Nem mondok ilyet. Na! Elkészül! Vigyázz! Rajt és fel a láb! Fönt a láb! Hú, de jók vagytok mind a ketten! Azt a mindenét, hát ezt gyakoroltátok! Hoppá! Hoho! Hát apá, gyerek, ezt pacsit adjál! Itt a második helyezettük, és hát az idén egy hölgyes helyezettük van a lassúsági versenyben. Az Ita jegyzi közben a helyezéseket, és akkor én gratulálok, és egy nagy tapsot akkor az ifjú hölgynek. Tied az első hely a fölvonulás után eredményedet, és első, második, a dervis meg a harmadik. Gratulálok! És akkor folytassuk, ha egy motoros volt. Nagyon randalíroznak ezek a crossosok. Sándor Jóskától tanulták. Ugye? Az lehet. Elképzelhető, mert az én is itt van. Drága barátaim, Jóskával már nem tudom, nem mondom meg, hogy hány. Így tartod, meg kellene egy harmadik, az meg a lábára. Két percet adjál hozzá, mert van. Két perc. Tehát ilyen készülünk, majd figyeld meg olyan sztárfotó. Minket ketten leszünk rajta, majd a Facebookon röhögünk a népeken. Láttam már olyat. Na, Zita, készen állunk? Akkor elkészül, vigyázz, rajt, tarts ki, kéz nyújtva, az a lényeg, ha a könyökbe hajlik, onnantól kezdve már nem játszik a játékos, vagy ha leengedi a kezét. Én közül csak beszélek, hogy csak tartsak, mert az időt méri. Valakinek meg muszáj dumálni is, tehát ennyi az egész, hogy így tartja. Azt mondja, hogy jó. Érdekeseket mondja. Érdekeseket próbálok mondani, kérdezem, mi az, ami neked érdekes? Az Attila, az kérlek szépen fél négykor neki fog, de előtte sokkal érdekesebb lesz a... Figyelj, addig rak már le azért. Aztán szar leszám, hogy még nézzük az Attilát, te meg majd itt állsz. Még tapsolni se tudsz, összeveled a sisakokat. Mert ott beleesik az eső. Az a baj, tudjátok mi a baj ezzel, hogy régen ez egy jó buli volt, de ma már olyan könnyűk a sisakok. Várjál, nem látok. 1650 kilogram. Ja, nem. Gram. Ilyen pár érzem, hogy a fekete könnyebb. Melyik? Az a könnyebb? Vagy ez akarod gyengébb? Ez a saját sisakod?
Tudom, meg láttam, hogy milyen felszerelésben. Ő volt az egyetlen egy gyerek, hogy ide jön nekem egy frézerre. Ott találkoztunk még egyet. Figyelj, jövőre beújítunk, olyan tartóverseny lesz. Hát egy ide akasztjuk. A sisakot ki bírja tovább tartani. Ennyi. Négy perc. Ide figyelj, ha azt az 5-6-ot megcsinálod, azt hittem, hogy hülyeskedsz. Azt hittem, hogy hülyeskedsz az 5-6 perccel. Hát apám. Mennyit, meddig tartott a legtovább? 7:52-ig. Akkor is csak azért tetted a izsákon, mert már unta a közönség. Ott voltam, most már emlékszem. Egyet tartottunk. Csináltunk olyat is. Olyan szegény idők voltak abban az időben, hogy csak egy sisakra tellett. Most rosszabbat egyet tartani? De hát, mai napig nem hevertett ki. Azért ahhoz képest jó tartod. Te a csajban benne vagy? Na? Gyerekek, ha unjátok, kezdjetek el tapsolni. Mert már olyan régen tartja, 5,5. Mennyit akarsz? 6-ot. Azt mondja, a 6-ot megcsinálja. De. Nagyon jó vagy. De neked mi dolgok, mert el kell vinni az első helyet? Jó, hogy az utol végén jöttél ide. Rutinos vagy már, mert egyébként együtt sem lehet volna benevezni. Megvan a 6! Nagy tapsot! 6 percre, a duplájáig tartottam, mint a második legelső. Vagy a második következő, és csak ott a fekete sisak, köszönjük szépen. A fehéret meg emlegettük eleget. Tibi ellátott mindenféle jó tanáccsal. Maréka, csapjunk a lecsóba. Óra, indul! Marékának azért szorítsatok, gyerekek! Na? Azért pasikra rá fogsz égetni, én látom. Nézzük még, a Tibi se tud belekötni. Ám, mint a cöve. Jobban, mint az enyém, meg a tied együttvéve. Ez az, látod? Jó, hát még a fecekké az is. Még azt is felhosszik a migátba. Kemény. Kemény. Mindjárt egy percet megvan. Egy perc. Na. Figyelj csak ide. Utána tudod, mi lesz? Pofonosztó verseny. Te itt vész végig, és akkor amelyiknek a nagy a szakálla, azokkal kezd. Tehát a minél nagyobb a szakálla, annál nagyobb pofont adjál neki. A nagy szakállókat végig pofozod, aztán jönnek a kopaszok. Tehát, hogy lehet így kezdeni sorba állni. Nézd meg, nem mered se ide jönni, látod? Hát, ugye ide!
szakállas is kopasz is. Azt mondja, már majd bevállal egy pofon küllen. De csak azért megérdemli, mert nehéz a sisakja. Én is csaltanám azt. Kenú nehezebb. Kenús vagy? Látszik, hogy valami sportot ízel. Kajakkal kezdtem, kenúval fejezem. Nóra! Piszkáljon vele a zenébe. Kettő és fél. Na most, kérlek szépen, mondjál nekem egy átlag időt. Ki a harmadik helyezettünk? Férfi be. Pipikém, 3-0-4-el vagy a harmadik helyen. Most azért ő tovább tartja. Nem látod? Lógatni csak nekünk lehet. Neked tartani kell. Már lógatta. 3, már megvan a 3-ad. Szerinted benevez még valaki? Van még 2. Benne vagy? Az övéből levonjuk, a tisztes hozzáadjuk, amennyi az első helyet túlépte, te már annyi handicap-be indulsz. Én Isten őrülsz, ha így is alig élek, ha nem látod, milyen azok a vagyok. Ha már nincs mit enni otthon, ne bíjeskedj már. Tudod, mikor próbáltam én már. Én 3 fölül is soha nem tartottam. Nagyon király. Ha most te kinek szurkolsz, akkor Don Juan-e? Hát nézd már meg, hogy ő is benevezett. Most nem látod milyen. Na, ki vagy vele segítve, mondhatom. 4 perc, nagy tapsot akkor. Hát gyerekek. Ez ilyen vendégcsalogató, jövőre nézve. A jövőre is ütünk. Jó, tényleg? Csak gyereket nem lesz, hogy a túl erősebb sportákkal. Nem úgy nézem ezt a mosolygós kislányt, mint akit olyan sokat bántottál. Gondoltam. Csak néha kiabál. De azt meg elviseled, ugye? Még egy kicsit tarts ki! 3.45. 3.45. Hát gyerekek, én már ez van, nem nagyon tudok milyen. 4 perc, megvan. Ne rakhatod, mert 3-an vagytok. Már mindenféleképp nyerték. Gratulálok, nem hallom a tapsot, gyerekek. Még valóta. Én mind már a ajándék, hogy tessék. Hát én nem beszélem, mert róla nézd meg. Te kinek adjunk még? Majd meg kitaláljuk, jó van. Kocsis még. Jó van, őt megvárjuk, hogy legyen egy igazi veterán is. Egy igazi veterán is lesz, hogyha ide bevírnál bújni, az nagyon jó lenne nekünk. Gyere ide! Így jó, ha járatod, nem baj. Tehát az olyan halk, hogy nem is halljuk a hangját, már jár egy XC. Tehát még egyszer fölhívom a figyelmeteket.
hogy motorhang szépségversenyről beszélek, és ez a legjobb példája neki, hogy már jár a motorja, de nem is halljátok. Mert én nekem akkora marha megy a pofám. De el fogok hallgatni, és én megnézem a csövedet, hát csak azért lássam, hogy mi van. Egy sima dob. Üres rendszer, sima dob. Én elhallgatok, halljátok, ez az alapjárata, amit nem hallotok. Te vagy az első. A többiek visszaálltak oda, ahol voltak. Na, folytatjuk innen tovább. Egy kicsit nagyobb motor. Így van a Teneré. 660. Én vizsgálom a csövedet. Üres ez is, úgy, ahogy kell. Hát kérlek szépen, indítsd be ezt a járművet. Hoppá! Itt is a NÁV alapjára. Amikor úgy érzed, akkor oda nyúlsz. Hát bravo! Én gratulálok neked is! Fantasztikus! Halljam a közönséget! Te nem helybeli vagy. Gondoltam, hogy figyeld meg, ha csengelen jön. Tehát, tudod micsoda? Nem értenek ám hozzá, nincs ülük. Tudod, mert neked is mondom, úgyhogy ne, itt van, nézd meg. Várjunk ezzel is, mert ez is jár. Már ma csupa ilyen csöndes motort fogunk ki, aminek az alapjárata gyönyörű. Halljátok, csak úgy susog a blokk. Nincs neki kipufogója. Akik ezeken utaznak, nyújtsd gondviselő oltalmadat minden veszélyes szemben. Add nekik mindenkor szerencsés megérkezést, mutasd meg szolgáidnak az üdvösség útját, hadd kegyelmeddel támogatva egykor eljussanak a földi élet mulandó
változandóságai és vándorlás után orog céljukhoz. Krisztus, a mi Urunk által. Szentlélek nevében. Amen. Szerencsés utazást kívánok mindenkinek. Hát nagyon szépen köszönjük az atyának, hogy megáldotta a motorjainkat, és én egy nagyon fantasztikus szezont kívánok mindannyiótoknak, illetve egy fantasztikus további motoros éveket, és hát ne legyen soha rosszabb napunk, mint a mai, ingyen eszünk, ingyen iszunk, ingyen motorozunk, még nyerünk is valamit, nyereményességgel megyünk haza, és akkor hamarosan Gombos Attila jön a halálgömbbel, addig én szusszanok egyet, és ide a gömb köré kezdjetek el jönni, van még egy szűk fél óránk, úgyhogy hamarosan bemelegít Attila barátunk, és a halálgömbnél találkozunk, utána felvonulás, eredményhirdetés és koncertek. Tehát ez a program mára. Fél négykor halálgömb, utána felvonulás, eredményhirdetés. Úgyhogy maradjatok itt, aki nyert valamit, főleg. Ugye? Mindenki nyert valamit. Azok mind itt maradnak velünk, és akkor... Próbáltam.